Sziasztok! Egy garázsból jelentkezek egy doboz mellől, ami elsőre furcsa lehet, de a dolog lényege az, hogy alkatrészt vásároltam, mégpedig egy olajcseréhez való nyi alkatrészt vásároltam. Ugyan nem nagyon szoktam ilyen marketing videókat csinálni, és nincs is felkérésem rá, de mivel annyira megérintett a dolog, konkrétan Ignishez való olajcserepak. No, most tudni kell, hogy nem csak az Ignishez elégséges ez a pak, hanem akár a Swifthez is. Na most ezt ide félre rakom, és ide kirakom nektek. Én a Suzuki-nek a hátuljáról mi mindent vettem, és utána fel fogom sorolni, hogy mindezt mennyiért lehet megtenni és hol. Már csak azért, mert hát rengeteget lehet spórolni. Nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet spórolni, és mégpedig a mai világban, amikor elég nehéz időket élünk, akkor úgy gondolom, hogy egy ilyen spórolós videó mindenkinek hasznos lehet. Most tök mindegy, most elsősorban Suzuki-ról lesz szó, mert konkrétan ezeket a cuccokat a Suzuki webshopról rendeltem. De a dolog lényege, hogy ez az egész, tehát itt van egy Eneos olaj. Tudni kell, hogy nem a legolcsóbb pakkot választottam, tök jó, mert hogy konkrétan pakkokba lehet megvenni, tehát egy olajcsere pakkokból lehet, tehát nem kell külön kiválogatni az olajat, külön kiválogatni a szűrőket, vagy éppen a leeresztőt, hanem így, ahogy van, meg lehet fogni, ráklikkel az ember, hogy egy olajcsere pakkot akar. Egyedül az olaj viszkozításnál lehet kiválasztani, hogy 10V40 vagy 5V30 vagy ilyesmi. Nyilván én a 10V40-et választottam az Ignisbe, de akár a Swiftbe is azt rakom, mert hát főleg az Ignisbe sok kilométer van már, ezért én inkább rakom a 10V40-et, egy nagyon picivel drágább az 5V30, de az se jelentős. Na most ezt az egész cuccot, ezt amit láttok, ez itt 15.000 forint, de igazából nem is 15.000-ért vettem meg, hanem minden vásárlás után kaptok 10%-ot. Na most én, mivel vásároltam több mindent az utóbbi időben, ezért például össze volt gyűlve, például 6500 forintom. Vásároltam 65.000-ért egy injektort, meg mindenféle olajcseréhez való cuccokat, és 6500, tehát az, akkor minden vásárlásotok után a 10%-át visszakapjátok. Na most én is ezt megvettem, ez a rendes ára 15.000 forint, és konkrétan jóval írtak megint 1500 forintot a számlámon, tehát ha még egyszer veszek valamit, akkor abból megint lejön az 1500 forint. Na most, ha kiszámoljátok ezt az olajat, olajleeresztő csavar, alátéttel, olajszűrő, és pollen és levegőszűrő, ez 15.000 forint, és konkrétan egy ilyen Suzuki-n, akár egy Swift-en, akár egy Ignis-en, meg tudjátok csinálni. Na most, ha bementek például az Unix-ba, Bárdi-ba, vagy ne adj Isten az Intercars-ba, iszonyatosan el vannak szállva az árak, ugyanezt körülbelül 30.000-ért veszitek meg, amit 15.000-ért itt meg lehet kapni, és akkor még ha folyamatosan vásároltok, én ezt például 11.000 forintért rendeltem meg szállítással mindennel együtt, és ebben benne van a szállítás is. Tehát iszonyat olcsó, bementek a Bárdi-ba, meg mondom ezekre a helyekre, dupla áron veszitek meg. És akkor még lehet jönni, kérdezhetitek, hogy hát miért nem vásárolok a szerviz kedvezménnyel, mert hát az 50-60, ne talán még 70%, bár azt már nagyon nehezen akarják adni a 70-et, de miért nem vásárolok azzal? Azért, mert konkrétan annyira drága az ilyen Bárdi, meg Unix, hanem hogy ilyen 50-60% kedvezménnyel ezt a pakkot drágábban veszem meg, mint hogyha megrendelem az interneten, ami vicc és kabaré, és már többször fel is vetettem a szervizbe is, hogy hát miért kell Intercars-tól, meg miért kell Bárditól, mikor be lehet ilyen kis magyar cégektől is rendelni a dolgokat, és sokkal olcsóbban, tehát miért akarjuk még jobban gazdagítani az ilyen Unix, meg ilyen Bárdikat, tehát annyi pénzük van, hogy el nem tudjátok képzelni, most nem akarok róluk mesélni, hisz nem ez a videó témája, tehát hogy vásároljunk az ilyen kis magyar kereskedőktől, Suzuki webshop, nem fizetett érte egy fillért, azt se tudja, hogy ki vagyok, én se tudom, hogy ők kicsodák, de teljesen mindegy, nagyon elégedett vagyok, nem először rendeltem már tőlük, és tényleg, pontosan érkeznek az alkatrészek, jó minőségűek, és iszonyat olcsó.
Úgyhogy, hát csak ezt szerettem volna elmondani, tehát hogyha Suzuki-n olajcserét akartok csinálni, amit én nem sokára meg fogok csinálni, tehát ezeket mind elrakom az Ignisbe, ezt meg fogjátok majd látni, úgyhogy lesz majd egy Suzuki Ignis olajcsere videó, ezt csak el akartam mesélni, hogy mennyibe kerül egy ilyen. Most egy olajcserét a videó alapján bármelyikőtök meg fog tudni csinálni, akár egy ilyen Suzuki-n, akár az Ignis-be, amiben ezt az egészet vettem. Ugye Swifthez még pollenszűrő se kell, tehát ennél még olcsóbban lehet összevásárolgatni a motyókat, és tök jó, hogy tudok új csavart meg a letét rakni, mert ugye elméletileg ezt mindig cserélni kéne, bár csavart nem mindig szoktam, dalátétet, de most konkrétan ez körülbelül 200-300 forintomba került. Nagyon megéri, és hozzáteszem, hogy még egyszer mondom, van olcsóbb pak is, tehát nem muszáj Eneos olajat rakni, vannak olcsóbb variációk. Én ezt rakom bele, én ezt szoktam rakni, úgyhogy én ehhez ragaszkodok, nektek nem muszáj, még jobban lehet spórolni. Sőt, azt hiszem, van még egy drágább verzió, a gyári Suzuki olaj. Azt hiszem, hogy benne a gyári Suzuki olaj van a Swiftbe, de most az Ignishez ezt az Eneost vettem. No, úgyhogy ha olcsón akartok Suzuki alkatrészeket vásárolni, és akár egy ilyen olajcsere pakkot, akkor mindenféleképpen ajánlom a Suzuki webshopot. Mondom, nem reklám, nem ismerem őket, ők se ismernek engem, de úgy éreztem, hogy megérdemlik ezt a reklámot, aki ennyiért ezt adja, és még van rajta pénze, és mikor más tripla annyiért adja, akkor fölmegy a pumpám, és őket reklámozom teljesen ingyen. Úgyhogy vásároljatok náluk. Sziasztok! Majd az olajcserés videót azt nézzétek meg, hogy milyen lesz. Na, sziasztok!